reggelt, napot, estét mindenkinek, és boldog új évet! Erre a mai reggelre nem is tudnék mást mondani, mint az, hogy hát így kell elkezdeni stílusosan egy újabb szezont, egy újabb évet, ugyanis nem máshol vagyok, mint a Dubai maratonon. Itt fogok szaladni egy 42 kilométert január 7-én, most per pillanat 6 óra 49 perc van, 7-kor van a rajt, aztán meglátjuk, hogy ebből ma mit fogunk kihozni. Ugyanis az történt, hogy úgy jöttem, hogy szaladok egy 3 óra 10 perc körül alatt, de sajnos a felkészülés utolsó másfél hónapjában nagyon futni nem tudtam, mert elkaptam egy betegséget, nem sérülést, egy arcüreggyulladást, és így ezt kivetve pár hétre. Úgyhogy jöttem, egy élvezetes futást akarok, egyebet semmit, jó, persze azért nem szeretnék egész nap a pályán lenni, de azért igyekezni fogok, egy olyan 3.45 alatt, ha beérek, elégedett vagyok. Na, hamarosan indulunk, aztán jelentkezem az útvonalról, mert lesz mit mutatni. Egyébként az elit futók azok már elrajtoltak reggel 6 órakor, egy órával korábban, és vannak azért kemény futók 2 óra 05 perces maratonnal. Ők már körülbelül lassan a féltávnál haladnak, könnyű lesz nekünk, mert mielőtt a nap kisütne, az előtt befejezik. Across the streets of Dubai. Once again, wishing them all the very, very best. El is indultunk. 2024 Dubai Marathon. És rögtön pár száz méter megtétele után ott a Burj Al Arab, Dubai egyik jellegzetessége. Na, de hát még azt látjuk majd közelebbről is, és majd mesélek is róla pár érdekességet. Good luck! Good luck, everyone! Most még az időjárás az kellemes van, körülbelül egy olyan 15-16 fok, annál több nincs, de aztán ez hamar fel fog melegedni. És megvan 2 kilométer. 42-ből, úgyhogy még matik alapján 40 kilométer. És azt hiszem, talán ez a sejnek a birtoka. És nézzétek, ott előle a kisebb felhőkarcolók. Nem tudom, ha meg lehet szokni, de fantasztikus. Én nagyon szkeptikus voltam Dubai kapcsolatban. 3 napja vagyok itt, de 3 nap alatt azért nagyon sokszor nagyon kellemesen csalódtam. Nézzétek innen, még jobban látszik. És igen, az, amit az előbb mutattam, az biztos, hogy a dubai sejtnek a háza. De azért a szomszédságában is vannak finom kis lakások. Nem rossz, mi? És egyébként itt tőlünk jobbra, ott van a Palma-sziget. És még csak 4,5 kilométernél vagyunk. Mondtam az előítéleteket. Tényleg úgy jöttem ide, hogy minden fényüzés, minden csillogás, minden a pénzről szól. Van egy ilyen fele is. Kell látni a luxust is. Kell látni azt, hogy én, illetve még sokan mások, hogyan nem fogunk soha élni. Van Dubájnak egy szerethető oldala. Az emberek nagyon kedvesek. Viszonylag, most sem tudom mondani, hogy drága
gyorsság lenne más nagyobb városhoz képest. Körülbelül az árak ugyanazok. 10 euróból már lehet kajálni. Persze nem aranyozott tételeket, de azért lehet enni. A város az élhető. Persze itt minden azért megvan, hogy minden arra megy rá, hogy el tud költeni a pénzed, de ez a te választásod már, hogy mennyit költesz, mennyit nem. Jól el lehet lenni itt. És közben megvan az első 5 kilométer, 24 perc, 29 másodperc alatt, és ez már a második frissítés. Kell is, mert most már nagyon meleg van. Egész két kilométernél itt van az első visszafordító, tehát menjünk vissza másik oldalról, látjuk mindazt, amit eddig az egyik oldalról, és ami eddig előttem volt, az most a hátam mögött van, és ott elő nem tudom mennyire látszik, kicsit porfelhőbe Burj Khalifa és a Burj Al Arabnak a tetejed, ez a 823 méteres épület, szinte a világ minden pontjáról látszik egy kis túlzással. Nézzétek! Come on dog, let's go! Nagy buli tényleg. Úgyhogy lassan visszaértünk oda, ahonnan indultunk. Nem tudom mennyi, de rengeteg vizet megittem. Thank you! Shout out! Közben is felejtettem mondani, meglőtt 10 km 49 perc alatt. Úgyhogy gyűröm tovább a kilométereket. Azon a felén jöttünk az útnak, itt most megyünk. Hát sok kanyar nincs, full egyenes. És ott rajtolnak azok, akik 10 kilométert szaladnak. Ott látszik a demeg, és 30 kilométer múlva mi is oda fogunk megérkezni. Nézzétek! Burj Al Arab. Hát, erről az épületről mit érdemes tudni, az az, hogy nagyon drága. Itt egy éjszaka, nem mint 20 ezer dollár. Hát én ennek az egy tizedét nem költem itt a 8 napos dubái létem során, összesen mindennel együtt, de hát kell is fizetni, hogyha a tetején helikopter leszálló van. És erről az oldalról nem látszik, másik oldalán olyan dizájn van, ami igazából egy keresztet ábrázol. És Dubában nagy a vallási türelem, hiszen nagyon sok felőről érkeznek ide emberek, de arra vigyáznak, hogy mikor ezt a hotelt mutatják, akkor mindig úgy mutatják, hogy nehogy ez a kereszt, meg fogom mutatni, látszódjon. Tehát ha drónnal körbe is repülik, pont azt a részt kivágják. Okosak. Egy R8 a rendőrautó, és itt jönnek az első helyezettek. Lássuk, kik ők. Hát, egy kilométerrel a vége előtt még egészen nyílt a csata. Azt hiszem Kebet, itt a harmadik helyzet. És megyünk nem más fele, mint előre. Itt jön most az első női helyzet. Lemától többet vártam, de lehet ez nem az ő versenye. Good job! Thank you! Nice! Megvan 15 km, 1 óra 13 perc alatt, és még
viszonylag minden rendben. A meleg is tűrhető. Megvan a frissítés, lehet tovább menni. Egyébként minden, amit itt láttok a videóban, el lehet mondani, hogy hát úgy az elmúlt 30 évben épült, tehát azután, hogy megszülettem. Hatalmas fejlődés, és itt mellettünk ott van a tenger, és oda nem fogunk lefutni végig ezen az úton el-vissza. Full egyenes, de azért van látnivaló, és végül is nem baj, hogy ilyen, mert láttuk az elit kenyői fotókat. És ott látszik a Burj Khalifának a teteje. Egyébként nem csúnya az arab építészet. És itt aztán lassan 19 kilométernél vagyunk, mindjárt veszély visszafordító. Most már kezd meleg lenni. Innen nagyon szépen látszik a... Nézzétek! Várjatok! És ott az a toronyka. 823 méter. Mondtam szinte, bárhonnan látszik, de nézzétek, többi felhő karcolót is. Vártam ide a 30-as részemügyi, amíg úgy érzem kellemes. Addig megyek velük a számítól, úgy érzem, hogy túl megerőltető. Akkor elengedek, az már meg 20 kilométer, 1 óra 38 perc alatt. Az igazság az, hogy a hosszú futások az utóbbi időben nem, hogy a hosszú futás minden futás elmaradt, és nem akarom túl erőltetni. És nekem olyan mindegy, hogy 3.30 vagy 3.38-3.40 lesz. Épp 3.45 alatt legyen meg, és legyen egy jó érzés, teljesen elégedett vagyok. Amúgy a hangulat fantasztikus. Megvan lassan 25 km, 2 óra 3 perc alatt, még tudom tartani a ritmust. Most már azért kezdett meleg lenni, és kezdtem érezni azt, hogy kilométer hiány az nagyon a lábaimban van, de még komfortos a futás, főleg így csoportban. Mentén vagyunk. Szóval, még menjünk előre, tervezett időn jóval belül, és még kedv is van. Újból itt vagyunk a finish zónába, célzónába, de még van egy körünk, még egy ilyen 15 kilométert le kell nyomni, és ezután érkezünk még majd oda. Szóval, második kör, kezdjük! Elhagytuk a 30 kilométert 2 óra 28 perc 30 másodpercnél. Most már azért meglehetősen nézem, hogy hiányoznak azok a hosszú futások. Na de lekocogjuk, a lényeg az, hogy jól essen. Egyébként most a tempó olyan őrült, mesélek egy kicsit Dubájról. Én azt hittem, bevallom őszintén, hogy Dubáj egy ilyen városállam, mint Liechtenstein, Andorra, Monaco, de nem. Van az Egyesült Arab Emírségek, amely 7 tartományból áll, és ebből az egyik Dubáj, sőt, nem is Dubáj ennek a fővárosa, hanem Abu Dhabi. De itt Dubájban is 7, több mint 3 millió ember, plusz a turisták. És ami még Dubájról érdekesség, hogy egy kis halászfaluból nőtte ki magát, ugye a 18. század közepétől. Errefele az olaj az kezdte felvirágoztatni, de most bármennyire is hihetetlen, nem az olajból van a sok pénz, hanem
főként a turizmusból, hiszen Dubáj a világ egyik leglátogatottabb városa. És nem csak, hogy leglátogatottabb, hanem legbiztonságosabb városa. Nézzétek! Rengetegen! És itt ráfordulunk a célegyenesre, csak az a helyzet, hogy Dubájban a célegyenes 7 kilométer. Megvan 35 kilométer, 2 óra 55 perc alatt haladunk, és most már visszafele. Come on, bra! Come on, bra! Yes! Thank you. Yes, 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 yes! Hát, végig vannak. Hallgatunk. Ettem, ittam. Jól éreztem magam. Csak most már meleg van. Bye-bye! Hát ez nem egy verseny, ez inkább egy fun run most már nekem. Nem is tudok versenytempóba futni. De legalább élvezni ilyen. Még van 4 kilométer. Vagy már annyi se. És most már ott nagyon közel a torony, ami azt jelenti, hogy a finish sincsen messze. Gyertek! Belőle az utolsó 3 kilométeren közeledünk most már lassan a célhoz. És lassan belőle az utolsó 2 kilométeren. Nem tudom, mennyire hallatszik a videóba. Helikopterek nagyon járnak, ez azért van, mert Dubájban, ha pénzed van, és akarsz menni valahova, nem taxit hívsz, hanem helikoptert. Make some noise! Utolsó kilométerekbe is. Power, az megvan. Most már tepkört nem megyek, és kívánja a testem. Thank you guys, thank you! Nagyon jó tényleg. Egyszer van lehetőségetek, hogy ilyen maraton rá kell jönni. És... pár száz méter még. Nagyon-nagyon kevés maradt. Ez valami fantasztikus volt. És ott elől már látszik a kapu. 42 kilométer, még 200 méter. Hát, fantasztikus, nézzétek. Nagyon szuper. Thank you! Tényleg gyertek el! Fantasztikus! És 3:40 alatt meg lesz-e? De jó volt! Nem volt a legkönnyebb, de hogy egyik legemlékezetesebb, az biztos. Megpihenek, mert van amit, és utána egy rövid összefoglalóval jelentkezem. Thank you! Yay, congratulations! Thank you! Okay, thank you. Dubai Marathon 2024. Most, hogy megvolt a
rövid kis pihenés így a verseny után. Akkor pár szóban magáról a versenyről. Hát, hogyha futásilag értékelném, akkor értékelhetetlen, mert nem is ez volt életem eddigi legjobb maratonja. A verseny se úgy ment, ahogy előre elterveztem, hiszen úgy jöttem, vagyis úgy készültem ide, még az ősz elején, hogy futok egy 3 óra 15 perc, 3 óra 10 perc alatti maratont, aztán jött egy hónap betegség decemberben, november végétől, ami miatt nem tudtam szaladni, és hát jöttének a kifogások, hogy hát korán volt a maraton, ami itt 7 óra, nálunk román idő szerint ez 5 óra, meleg volt a végére, nem futottam hosszút, ami részben igaz is, és itt le is mondom a következtetés, hogy maratont hosszú futás nélkül nem lehet futni. Lehet, csak nem érdemes. De ha azt nézem, hogy egy fantasztikus helyen futhattam, egy vagány hangulatú versenyen, ahol végig jól éreztem magam, és a futásomat is tudtam kontrollálni, mert el nem futottam, 30 kilométertől éreztem, hogy a lábaim azért nem úgy visznek, ahogy általában szoktak engem vinni, de összességében egy nagyon kellemes élménnyel zárom, egyáltalán nem bánom meg azt, hogy beneveztem ide a versenyre, és azt sem, hogy eljöttem Dubájba, hiszen, mint mondtam az előbb is a verseny alatt, hogy Dubáj számomra egy nagyon kellemes csalódás, úgy a verseny, mint a város. Csanádnak mindenféleképpen meg szeretném köszönni, hogy elültette a fejembe a gondolatot, hogy jöjjek és fussak egy maratont. Köszi Csanád! Úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy ha futtok, akkor mindenféleképpen fussatok maratont, és hogyha van lehetőségetek, akkor fussatok ilyen helyen is, mert az élmény az valami megfoghatatlan. Az útvonalon is a szurkolók láttátok végig, minthogyha fizették volna, úgy szurkoltak. Hát nem tudok csak áradozni erről a versenyről. Úgyhogy akár egy családi kirándulással egybekötve gyertek el, élvezzétek a város, mert számtalan lehetőség van, számtalan nézivaló van, illetve fussatok itt egy jó maraton. Én ezzel a videóval nyitom a 2024-es szezont. Remélem, hogy még sok hasonló tartalmat tudok hozni. Hogyha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen lájkoljátok. Ha nem vagytok feliratkozva, iratkozzatok fel. Ha a futócuccot szeretnétek rendelni, akkor a topforrunning.hu, topforrunning.ro oldalon a Tihamér promókoddal 5%-os kedvezménnyel ezt megtehetitek. Maradjatok egészségesek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!